Fúrástól, faragástól, citeramuzsikától és énekszótól hangos harangod ismét. 38. alkalommal rendezték meg idén a tékatábort. A fák árnyékában számtalan sátor is szabadon, fakardokkal futkosó, vagy éppen ürgékkel játszó gyerekek is részei a meglehetősen barátságos látképnek. Virágos Sándor ügyvezető beszélt nekünk arról, történt-e változás a tábor tematikájában az elmúlt évekhez képest. Én azt gondolom, hogy minden évben próbálunk különböző tematikus dolgokat hozni és programokat ide a nomád életben. Ugye tudni kell, hogy itt Harangodon ez egy nomád népművészeti tábor. Szerda szokott lenni a tematikus napunk, azonban most eljutottunk a szervezőkkel oda, hogy minden napra próbáltunk különböző fellépéseket, különböző táncpedagógusokat hozni, hogy ne csak egy olyan napot érezzenek maguknak, akik ide kilátogat, hanem az egész hét örömben és táncban és énekben teljen. A kézműves foglalkozásaink ugye azok minden nap rendelkezésre állnak a kilátogatóknak, és ami talán minden család életében a legfontosabb, hogy a gyermekeit ide kihozhatják, és ugye itt láthatják, akik ide kilátogatnak, hogy itt szinte önfeledten ki tudnak kapcsolódni, és nem kell attól tartani, hogy bármiféle baleset, vagy bármiféle olyan történne velük, amire nem tudunk odafigyelni. A Covid helyzet egy kicsit ugye nehezített ezelőtt rajtunk, nagyon féltünk attól, hogy tudjuk ezt majd tovább csinálni, de én azt gondolom, hogy a 37.-38. volt ez a Covid helyzet után, és azt gondolom, hogy most is rekordszámmal vagyunk itt a területen, és bízunk benne, hogy ez így marad a továbbiakban is. 38 év nagy idő. Látszik, hogy a tábor területén már majd mindenki otthonosan mozog. Legtöbbjük évek óta visszajáró táborozó, és az a tapasztalat, hogy egyre több a kisgyermekes család. Igazából úgy belenőttem a foglalkozásokba, mindig úgy jövök ide, hogy van egy ilyen projektlista, mit akarok megcsinálni, aztán vagy sikerül mindent, vagy nem sikerül, de mindig megvan, hogy régen a gyöngyfűzés volt a kedvencem, aztán mindig fát is faragtam, de ott nyilván megvágtam magamat, akkor még a védőnéni szépen mindig bekötött, de régen a gyöngyfűzés, és aztán ide a bőrözéshez átvándoroltam szép lassan. Balsi Csaba táncoktatóként vett részt korábban a népművészeti táborban. Az utóbbi években viszont már családjával, gyermekeivel látogat el Harangodra. Az alakult ki, hogy ilyenkor találkoznak azokkal a régi barátokkal, akikkel nagyon sokszor csak itt találkoznak, és nyilván egymásra hangolódnak a rohangálás, az ürgézés, az oldja föl őket teljesen, és akkor ma már a kézművezés, sakkozás is, volt itt már foci, nyilván a táncba is bejönnek, belehallgatnak a muzsikába, vannak előadások, koncertek, azon is részt vesznek, úgyhogy rengeteg program van mindenből egy kicsit. A gyerekek ők szabadon csinálják ezt, tehát nagy időt nem szánnak se az egyikre, se a másikra, így kedv alapján. Úgyhogy ő nekik ez igazából egy ilyen nagy tárház, amiből csipegethetnek. A tékatábor szervezői Harangodon szombatig várják a népművészet kedvelőket. A táborzáró gálaműsor aznap este 8 órától veszi kezdetét.